Sziasztok! Ez a videó az 1912-es Stockholmi olimpiáról fog szólni. Az 1900-as évek elején Svédország mindenáron szeretett volna egy olimpiát rendezni. A svéd állam ezért ki is jelentette, hogy finanszírozni fogják majd a játékok költségeit, hogyha hazájuk rendezheti meg az olimpiát. A svédek helyzetét segítette az is, hogy a nobnak két svéd tagja is volt, Viktor Balk és Clarence von Rosen személyében, akik a NOB 1909-es berlini ülésén elérték, hogy a következő olimpiát fővárosukban, Stockholmban rendezzék majd meg. Szintén szerettek volna a németek is egy olimpiát rendezni hazájukban, de a svéd képviselőknek sikerült végül megállapodniuk velük abban, hogy az 1912-es olimpiát Stockholmnak, míg az 1916-os pedig Berlinnek adják a NOB vezetői. Viszont az 1916-os olimpia végül mégsem lett megrendezve, mivel 1914-ben kitört az első világháború. Az 1912-es játékok megrendezésével tehát a svéd fővárost bízták meg. A NOB elnöke Pierre de Coubertin azonban kifejezetten aggódott az eseménnyel kapcsolatban, és attól félt, hogy a svédek ugyanúgy vissza fogják mondani a játékok szervezését, mint ahogy négy évvel korábban Róma tette. Ráadásul a korábbi olimpiai botrányok után a francia Nobelnök egy jobb rendezést várt volna el a szervezőktől, ami méltó lehet az olimpiai eszméhez. Így Stockholm előtt egy nehéz feladat állt. A svéd közvélemény lelkesen fogadta az olimpia hírét, és a szervezők meg is kezdték az előkészületeket. A szervezőbizottság igyekezett megfogadni Kubertin báró tanácsait, és a szervezőbizottságba még a svéd trónörökös Gustav Adolfot is bevonták. A meghívott országok sportolói számára a svéd kormány biztosította felszerelésük ingyenes elszállítását, és az olimpiai küldöttségük az állami vasútakon 50%-os kedvezményt is kapott. A játékok népszerűsítése érdekében a szervezők még egy saját olimpiai napilapot is nyomtattak, amely csak az olimpiával foglalkozott az ötkarikás események idején. Ez a napilap angol és svéd nyelven is megjelent. Ráadásul a svédek a külföldi nézők számára még különböző szórakozási lehetőségeket is biztosítottak Stockholm városában. Így nagyon színvonalas előkészületi munkálatokat folytattak. Az olimpiát végül 1912. május 5-e és július 22-e között rendezték meg Stockholm városában. Összesen 28 nemzetből 2408 sportoló vett részt a játékokon. A versenyzők 14 sportág 102 verseny számában mérték össze tudásukat. Ezen az olimpián nem rendeztek a kölvívó versenyeket, mivel a svéd szervezők ezt a sportot túl durvának ítélték meg. Azért is különleges ez a Stockholmi olimpia, mivel az ötkarikás játékok történetében először ezen a versenysorozaton képviseltette magát mind az öt földrész legalább egy országgal. Szintén a Stockholmi olimpia volt az első, ahol a hangos bemondón keresztül tájékoztatták a játékosokat és a nézőket a versenyek eredményeiről. Az olimpia hivatalos megnyitóját 1912. július 6-án tartották. Viszont csak úgy, mint négy évvel korábban, itt is már javában zajlottak ilyenkor az események, mivel a teniszversenyeket május elején, míg a labdarúgó tornát és a sportlövészetet pedig június végén bonyolították le. A hivatalos megnyitó ünnepséget a Stockholmi Olimpiai Stadionban rendezték meg, ahol 3000 sportoló vett részt. Az országok ABC sorrendben vonultak fel a svéd elnevezésük alapján. Utolsóként a házigazda svédek vonultak be a stadionba. Azonban ezen az olimpián a korábbiaktól eltérően nem a görögök kezdték meg elsőként a bevonulást. Az eseményen végül a svéd király 5. Gusztáv nyitotta meg az olimpiát. A Stockholmi olimpiára összesen 28 ország küldött sportolót. Többek között ezen az olimpián debütált Izland, Portugália, Szerbia, Egyiptom és Japán is. Különösen is a japánok részvétele volt nagy jelentőségű, mivel ők első ázsiai országként vettek részt az ötkarikás játékokon. Így ez volt az első olyan olimpia, amelyen legalább egy ország minden kontinensről képviseltette magát. Ezen az olimpián engedélyezték utoljára a privát nevezést is, amely azt jelentette, hogy elindulhattak olyan egyéni sportolók is a versenyeken, akik nem szerepeltek egy-egy ország kiválasztott olimpiai csapatában. Azonban ezeket a versenyzőket jelenleg hivatalosan a NOB nem veszi külön résztvevőként, hanem sikereiket hozzáadják a olimpiai eredményeihez. Csak úgy, mint a korábbi olimpiákon, az 1912-es játékokon is a legmagasabb létszámú küldöttséget a házigazda delegálta, ugyanis Svédország 444 sportolót indított el az olimpián. A második legnépesebb küldöttség az Egyesült Királyságé volt, 279 fővel. Nagy létszámmal képviseltették magukat a játékokon, még a skandináv országok, Németország és az Egyesült Államok is. Az olimpián összesen 12 helyszínen versenyeztek a sportolók. Ezen az olimpián elsőként a történelemben egynél több helyszínt használtak a labdarúgó torna lebonyolításához, amely mérkőzéseit három különböző stadionban rendezték meg. Az ötkarikás játékok első és legfontosabb helyszíne a Stockholmi Olimpiai Stadion volt. Ez egy újonnan épült 33 ezer néző befogadására alkalmas létesítmény volt. Többek között itt bonyolították le a labdarúgó torna döntőjét is, ahol a címvédő brittek nyertek. Az olimpiai labdarúgó tornára összesen 13 csapat nevezett. Az Egyesült Királyság csapata az első mérkőzésen 7 0 múlta felül az újonc Magyarországot. Ezt követően 4 0 verték a finneket. Érdekesség, hogy a finnek a nyolcad döntőben egy nagyon szoros meccsen pont azokat az oroszokat ejtették ki, akikkel egy birodalmat képeztek. Az elődöntő után a döntőben megismétlődött a négy évvel korábbi fináli, ugyanis a dánok mérkőzhettek meg az angolokkal. A dánoknak nem sikerült visszavágniuk a négy évvel korábbi vereségükért, és négy-kettőre elvéreztek. A bronzérmet Hollandia válogatottja szerezte meg. Az első két fordulóban kiesett csapatok között egy mini-bajnokságot is lebonyolítottak a szervezők. Ezt Magyarország nyerte meg, akik elsőként a németeket intézték el 3-1-re, majd birodalmi társukat az osztrákokat 3-0-ra, így megszerezték az olimpiai ötödik helyet. Érdekesség, hogy a magyar csapatban kiválóan játszott az ekkor 22 éves Schlosser Imre, aki később az 1900-as évek elején magyar labdarúgás legjobb csatárrává vált. Schlosser Stockholmban is letette a névjegyét, ugyanis a németek ellen három, míg az osztrákok ellen egy gólt szerzett. Ezzel a teljesítménnyel a gollövő lista hatodik helyén végzett. A gól király a német Gottfried Fuchs lett 10 góljával. Azonban neki egy csalóka volt teljesítménye, mivel mind a tíz találatát a Vígaszág első meccsén szerezte, amikor a németek 16-0-ra kiütötték az orosz válogatottat. Sokkal kiegyenlítettebb teljesítményt produkált a brit Harold Walden, aki 9 találatig jutott. Szintén a Stockholmi olimpiai stadionban rendezték meg az atlétikai versenyeket is. Ezen az olimpián vezették be az elektromos időmérőt, amely képes volt érzékelni a rajtpisztoly elsülését, és akkor indította el a stopperórát, ezt a stoppert a versenybírónak kellett a futam végén leállítania. A legtöbb verseny magas színvonalú volt, és új olimpiai rekordok is születtek bennük. Az egyik legjobb eredményt az amerikai Ralph Craig érte el, aki megnyerte a 100 és a 200 méteres futást is. A 100 méteres síkfutás döntőjében hatalmas amerikai dominancia volt, ugyanis a hat döntősből ötöt az Egyesült Államok adott. Az előfutamon Craig egyik legnagyobb riválisa, Donald Leppinkát még egy új világcsúcsot is felállított, azonban a döntőben végül csak a harmadik helyen végzett. A döntőben hét hibás rajtot követően végül egy nagyon szoros versenyben Craig Alvach Mayer előtt ért a célba. A két sprinter között csupán 60 cm volt a különbség a befutónál. Az olimpia legeredményesebb versenyzője a finn Hannes Kolechmainen volt, aki három aranyérmet szerzett. Világcsúcsot döntött 5000 méteres síkfutáson, olimpiai csúcsot állított fel 10000 méteres síkfutáson, és még a mezei futás egyéni versenyszámát is megnyerte. Ráadásul ebben a versenyszámban még egy csapatversenyt is kiírtak a szervezők, amelyen a finn csapattal ezüstérmet szerzett. Viszont nem Kolekmainenen múlott, hogy nem lett meg a negyedik aranyérme is, ugyanis ebben a versenyben a sportolók egyéni mezei futó eredményeit vizsgálták a szervezők, és minden egyes nemzetből kiválasztották az első három legjobban teljesítő versenyzőt, és összeadták a helyezéseiket. Az így kapott összegeket összehasonlították, és a legalacsonyabb számot elért csapat nyerte meg az első helyet. Mivel egyéniben Kolekmainennek volt a legjobb eredménye, így nem rajta múlott, hogy a svéd csapat egy kicsivel jobban teljesített a finnél. Minden esetre a három arany és egy ezüstéremmel így is a legjobb teljesítményt érte el az ötkarikás játékokon a filmfutó. Szintén jól teljesített még Kolechmeinen honfitársa Armas Stajpele is, aki mindkét diszkoszvető számot megnyerte. A 4x400 méteres a Charles wright Ted Meredith, Mel Shepard és Edward Lindberg összetételű amerikai váltó egy óriási győzelmet ért el. A csapatuk erősségét jól szemlélteti az a tény, hogy wright -Patt megnyerte a 400 méteres síkfutás döntőjét, ahol Lindberg a harmadik lett. Meredith pedig a 800 méteres síkfutást nyerte meg a váltógyőzelem mellé, ahol a címvédő Mel Shepard előtt ért a célba, aki ezüstérmet szerzett. A Londonban háromszor is diadalmaskodó Shepard a stokholmi váltógyőzelmével négyszeres olimpiai bajnok lett. Shepardhöz hasonlóan felért a csúcsra Stockholmban is a korábbi olimpiák amerikai sztárja Ralph Rose, aki ezúttal a kétkezes súlydökésben diadalmaskodott. Fő számát a súlyökést viszont most nem tudta megnyerni, mivel itt ezüstérmet szerzett honfitársa Pat McDonald mögött. Rose ezzel az eredménnyel elmondhatta magáról, hogy három különböző olimpián is sikerült aranyérmet szereznie, mivel súlylökésben korábban St. Louisban és Londonban is felért a csúcsra. Szintén címet védett még a londoni bajnok, Erik Lemming is gerelyhajításban. Leming mögött a harmadik helyen végzett egy magyar versenyző, Koczám Mór, aki egy bronzérmet szerzett Magyarországnak. Az Olimpia egyik legnagyobb teljesítményét kétségtelenül az amerikai Jim Thorpe nyújtotta. Az indián származású sportoló diadalmaskodott az öt próbában és az újonnan megrendezett tíz próbában is. Mindkét versenyt óriási fölényén nyerte meg az öt próba öt számából négyet megnyert, míg a tíz próba mind a tíz számában a legjobb négy között végzett. Az indián versenyző teljesítményét tovább növeli még az a tény is, hogy a verseny előtt ellopták a cipőjét, és egy szemetesben talált magának egy másik cipőt, amelyel diadalmaskodott a játékokon. A tíz próbában 8413 pontot ért el Torp, aki ezzel az eredménnyel majdnem két évtizedig megdönthetetlen olimpiai rekordot állított fel. Torp a sikerével az első indián származású olimpiai bajnokká vált. Az olimpián elindult még magasugrásban és távolugrásban is, ahol a negyedik és a hetedik helyeken végzett. Továbbá még két baseball mérkőzésre is beállt, amely kirakas szerepelt az olimpián. Így egyértelműen kijelenthető, hogy ő lett az olimpia legnagyobb sztárja. Azonban sajnos tort története itt még nem ért véget. Ugyanis a következő évben, 1913-ban az USA Olimpiai Bizottsága megállapította, hogy az olimpia előtt korábban egy hivatásos baseball csapatban is játszott. Ezért 1913-ban megfosztották aranyérmeitől, amiket visszaküldtek a Nobnak, akik elvették a győzelmét és utólag kizárták a versenyről, mivel megsértette az amatőr szabályt. Az amatőr szabály értelmében a kezdeti olimpiákon nem indulhattak olyan sportolók az ötkarikás játékokon, akik korábban versenyeken pénzjutalomban részesültek. Sportanárok voltak, vagy profikkal versenyeztek. Torp tényleg megsértette az amatőr szabályt, mivel 1912 előtt ténylegesen tagja volt egy félprofi baseball csapatnak, amelyért minimális pénzjuttatásban részesült. Azonban árnyalja a képet az a tény, hogy Torpnak nagyon kellett ekkoriban a pénz, mivel ekkor lett árva, és ebből a pénzből tudta finanszírozni tanulmányait. Ráadásul Torphoz hasonlóan a többi amerikai főiskolás is bézbólozott egy kis kiegészítő jövedelemért, csak ők álnéveket használtak, így nem buktak le a későbbiekben. Torp ezzel szemben saját nevét használta bézból játékosként, így kiderült a ténykedése. Tovább bonyolítja a helyzetet még az is, hogy a Nob az indián versenyző kizárásával a saját szabályát szekte meg, ugyanis a stockholmi olimpia előtt abban állapodtak meg, hogy az eredményeket megóvni csak a záróünnepségtől számított 30 napon belül lehetséges. Ezt az amerikai óvás pedig már rég túlhaladta. Így torpot, aki mit sem tudott az egész amatőr szabályról, igazságtalanul hurcolták meg és zárták ki az olimpiáról. Az olimpia után az indián sportoló profinak állt, és többek között bézbólozott amerikai futballozott, és még kosarazott is. Torp története viszont itt még nem ért véget, ugyanis 1982-ben híveinek sikerült elérniük, hogy a Nob posztumusz visszaadja az aranyérmét az ekkor már 30 éve halott versenyző családjának, és társbajnokká nyilvánították Jim Torpot. 2022-ben pedig egyedüli győztesnek nyilvánították ki az indián versenyzőt. Torp esetének nemzetközi visszhangját jól szemlélteti az a tény, hogy a következő olimpiáktól kezdve a sportolóknak a játékok megkezdése előtt egy sportolói esküt kellett tenniük, amelyben meg kellett esküdniük, hogy amatőr versenyzők. A maratonfutás versenyszámát ezúttal sokkal jobban megszervezték, mint a korábbi években, viszont itt is történtek érdekes események. A versenytávot 40,2 kilométerre jelölték ki, amely nagyjából 2 kilométerrel rövidebb volt, mint a négy évvel korábbi londoni távolság. A verseny a Stockholmi olimpiai stadionból indult, és ide is érkeztek vissza a futók. Az óriási melegben a 68 versenyző közül csupán csak 36 tudott célba érni. Egy tragikus áldozata is lett a rossz időjárási körülményeknek, ugyanis a portugál Francisco Lazaro hőkimerülést kapott, és emiatt életét is vesztette. Ezzel ő az egyetlen olyan sportoló, aki az olimpiai maratonfutás közben hunyt el. Szintén halottnak hitték a versenybírák az esemény végén a japán Kanakuri Sizót, aki elveszett a versenyről. Mint később kiderült, ő is hőgutát kapott és eszméletét vesztette, majd egy svéd gazdálkodó család segített neki, ahol inni kapott. Ezt követően nem fejezte be a versenyt, hanem vonatra szállt és Stockholmba ment, ahonnan minden bejelentés nélkül hazautazott Japánba. Sizó története viszont itt még nem ért véget, ugyanis több mint 50 évvel később a svéd hatóságok visszahívták a japán versenyzőt, aki vissza is tért és befutott a célba. Ezzel egy 54 éves, 8 hónapos, 6 napos, 8 óra 32 perc és 23,3 másodperces nem hivatalos időeredményt ért el, amely mind a mai napig a leghosszabb maratoni célba érés. A versenyt végül a dél-afrikai Ken McArthur nyerte meg. A lovaglásnak is voltak olyan versenyszámai, amelyeket a Stockholmi olimpiai stadionban rendeztek meg. Ez a sportág most először debütált az olimpiákon, és öt versenyszámmal képviseltette magát. Mivel ekkor még a sportág nem terjedt el széles körben, így főként katonák vettek rajta részt, mivel ők rendelkeztek megfelelő lovaglási tapasztalattal. lovaglásból három, míg díjugratásból és lovastusából egy-egy számot rendeztek meg. A házigazdák igen jól szerepeltek, hiszen az ötből négy aranyat is begyűjtöttek. A maradék egy aranyérem a francia Jacques Carriou nevéhez fűződik, aki díjugratásban aratott elsőséget. Ő az aranya mellé még begyűjtött egy ezüst és egy bronzérmet is, előbbit a díjugratás csapat versenyében, míg az utóbbi a lovastusa egyéni számában. Érdekes volt a lovastusa versenyszáma is, ahol a verseny napján állítólag akkora hőség volt, hogy a versenyzők két kilót fogytak a verseny alatt. Itt végül a svéd Axel Nordander bizonyult a legjobbnak, aki az egyéni bajnoki címe mellé a csapatversenyben is győzni tudott. Szintén az olimpiai stadionban tartották a tornaversenyeket is, ahol egy egyéni és három csapatversenyben mérték össze tudásukat a tornászok. Az összetett egyéni versenyt az olasz Alberto Braglia nyerte meg, aki a meghatározott szerekkel zajló csapatversenyben is az élen végzett az olasz torna csapat tagjaként. Ezen a versenyen a magyarok is igen jól szerepeltek, hiszen az Aradi Lajos, Berkes József, Erdődi Imre, Fótisa Mugellért Imre, Haberfeld Győző, Helmik Ottó, Herceg István, Keresztesi József, Krizmánik János, Pászti Elemér, Péderi Árpád, Ritti Jenő, Szücs Ferenc, Téri Ödön és Tuli Géza összetételű csapat a második helyen végzett. A másik két tornaversenyt a norvég és a svéd csapat nyerte meg. Az olimpiai stadion adott otthont a kötélhúzó versenyeknek is. Erre az eseményre öt ország is nevezett, azonban közülük csak ketten jelentek meg Stockholmban, a címvédő Egyesült Királyság és a házigazda Svédország személyében. Mivel mindkét csapat rendőrökben állt, így elmondhatjuk, hogy az olimpiai döntőt a londoni városi rendőrség vívta a stockholmi rendőrség ellen. Végül a svédek nyerték az összecsapásukat. Szintén az olimpiai stadionban rendezték a birkózó versenyeket is. Ezen az olimpián csak görög-római stílusban birkózhattak a versenyzők, tehát csak a kötött fogású versenyek voltak engedélyezettek. Összesen öt súlycsoportban versenyezhettek a birkózók. Ebből hármat finn versenyző nyert meg. Érdekes eredmény született a középsúlyú verseny döntőjében, ahol a svéd Klas Johansson úgy nyerte meg az olimpiát, hogy a döntőt nem is kellett lejátszania, mivel az elődöntőben az ezüstérmes orosz birkózó Martin Klein egy maratoni hosszúságú meccset vívott a finn Alfred Askainen ellen. A 11 óra 40 percig tartó összecsapásuk mind a mai napig a világ leghosszabb birkózó meccse. Mivel közvetlenül a meccs után kellett volna lejátszania a kimerült Klinnek a döntőt, a szervezők úgy ítélték meg, hogy alkalmatlan a további birkózásra, így Johansson játék nélkül lett bajnok. Szintén egy nagyon hosszú mérkőzést vívtak a fél nehéz súlyú súlycsoport döntőjében is, ahol a finn Ivar Böling több mint 9 órán keresztül birkózott a svéd Anders Allgreen ellen. Kettejük mérkőzésén egyikük sem tudott a másik fölé kerekedni, így a mérkőzés döntetlennek nyilvánították. Viszont, mivel egyikük sem tudott győzni, így ebben a súlycsoportban nem hirdettek győztest, és mindkét versenyző ezüstérmet kapott. A dobogóra még a magyar Varga Béla fért fel, aki ezzel bronzérmet szerzett a magyar csapatnak. Szintén a Stockholmi Olimpiai Stadionban rendezték meg az öttusa futóverseny számait is. Az öttusa, mint sportág először szerepelt az olimpián. A sportágat maga a NOB elnöke Pierre de Coubertin báró találta fel, azzal a célral, hogy összekombinálja bele a lovagi sportokat. A verseny öt számból állt, a lövészetből, a vívásból, az úszásból, a lovaglásból és a futásból. Az öt számot öt nap bonyolították le különböző helyszíneken. Öttusában végül a házigazdák szerepeltek a legjobban, és a dobogóra három svéd versenyző került fel. Az első olimpiai öttusa bajnok Rösta Lillinor lett. Érdekesség, hogy a svédek mögött ötödik helyen végzett egy amerikai sportoló George Smith Patton, aki később az Egyesült Államok egyik tábornoka is lett a II. világháború idején. A stokholmi olimpiai stadion mellett épültek még más stadionok is az olimpiára. A Tranebergszindottspac és a Rosunda stadion volt a másik két helyszíne a labdarúgó tornának. Különösen is a Rosunda volt a jelentősebb létesítmény, ahol később az 1958-as férfi és az 1995-ös női labdarúgó világbajnokságon is rendeztek mérkőzéseket. A labdarúgás mellett ebben a stadionban rendezték meg a sportlövészetet is. A lövészetben összesen 18 versenyszámot rendeztek meg Stockholmban. Ebből 8 csapat és 10 egyéni verseny volt. Három fajta versenytípusban mérték össze erejüket a sportlövők. Katonai puskában, pisztolyban és agyagmadár és futószarvas lövészetben. Sportlövészetben a svédek és az amerikaiak voltak a legeredményesebbek, 7-7 aranyéremmel. A legnagyobb sportsikert egyértelműen a 64 éves Oscar Sván érte el, aki a svéd futóvadlövő csapat tagjaként aranyérmet szerzett. Ezzel a sikerével Szván minden idők legidősebb olimpiai bajnoka lett, mind a mai napig. Érdekesség, hogy csak úgy, mint négy évvel korábban Londonban, ezúttal is Oscar Swann mellett küzdött csapatban fia Alfred is, aki ráadásul még az egyéni futóvadlövésben is olimpiai aranyérmet nyert. Oscar Swann csapat aranyérme mellé még egy bronzérmet is begyűjtött kettős futóvadlövésben. Magyar szempontból szintén jelentős eredményt hozott a hadipuska 300 méteres száma, ahol Prokop Sándor az első helyen végzett és aranyérmet nyert. Egy másik jelentős újépítésű stadion volt, az Östermalm Athletic Grants, ahol több versenyszámot is megrendeztek. Itt rendezték a tenisz és a vívó versenyeket, valamint az öttusa vívó számainak és néhány lovagló versenyszámnak is otthont adott a létesítmény. A tenisz sportágban összesen 8 versenyszámot rendeztek, 4 fedett pályás és 4 kültéri versenyt. Mind a két pályatípusban szerepelt egy férfi egyéni, egy férfi páros, egy női egyéni és egy vegyes páros verseny is. Azonban problémát jelentett, hogy a szabadtéri versenyeknek az időpontja pont egybeesett a népszerű Wimbledoni teniszversennyel, így a brit sportolók ebben a számban nem indultak el az olimpián. A teniszversenyeken három francia, két-két brit és dél-afrikai, illetve egy német versenyző diadalmaskodott. Több versenyzőnek is sikerült két aranyérmet nyernie. A dél-afrikai Charles Winslow megnyerte a szabadtéri egyéni és a páros versenyt is. A páros sikere szinte papírforma volt, mivel párja Harold Kitson volt az egyéni versenyben a második helyezett. Szintén két aranyat nyert a francia André Guber is, aki a fedett pályás férfi egyéni és férfi páros versenyeken is diadalmaskodott. Egy angol hölgy, Edith Hennem is két aranyat nyert, mivel ő nyerte a fedett pályás női egyéni versenyt, illetve a vegyes párosban is győzött, annak a Charles Dixonnak az oldalán, aki egyéniben második, míg férfi párosban pedig harmadik lett. A férfi fedett pályás versenyek színvonalát jól szemlélteti az a tény, hogy a korábbi Wimbledoni bajnok az új zélandi Anthony Wilding is csupán csak a harmadik helyen tudott végezni, pedig ő volt a korszak leghíresebb teniszezője. A vívó versenyeken összesen öt számot rendeztek meg. A tör az olaszok teljesítettek a legjobban, ahol a bajnok nedonádi mögött a második helyezett is egy olasz versenyző, Pietro Speciale lett. Ebben a versenyszámban jól teljesítettek a magyarok is, mivel Berti László a negyedik, míg Békessi Béla pedig a hetedik helyen végzett. Párbajtőr versenyekben a belgák teljesítettek a legjobban. Itt Paul Ánszpának sikerült megnyerni az egyéni bajnoki címet, és a belga csapat tagjaként is diadalmaskodott. Csak úgy, mint négy évvel korábban a kard versenyszámokban megint a magyarok voltak a legjobbak, és dominálták az egész mezőnyt. A címvédő Fuchs Jenő sikeresen megvédte az egyéni címét, és a kardcsapat tagjaként is győzött, így megszerezte negyedik olimpiai aranyérmét is. A kardvívás egyéni számát teljesen ledominálták a magyar versenyzők. A döntőben csupán a tehetséges olasz vívó Nedonádi tudott bejutni a magyar versenyzőkön kívül. A versenyen végül Fuchs Jenő mögött második helyen Békesi Béla zárt. Harmadik helyen Mészáros Ervin fért még fel a dobogóra. Szintén jól szerepelt még Senker Zoltán, aki negyedik, Tóth Péter, aki hatodik, Werkner Lajos, aki hetedik, és Földes Dezső, aki pedig a nyolcadik helyen végzett az egyéni kardió versenyen. A Fuchs Jenő, Berti László, Földes Gerde Oszkár, Mészáros Ervin, Senker Zoltán, Tóth Péter és Werkner Lajos összetételű magyar csapat megvitte a londoni címét és ismét felért a csúcsra. A Mellarentó is egy jelentős helyszín volt az olimpia szempontjából, mivel e körül rendezték meg a kerékpáros versenyeket. Kerékpárban ezen az olimpián csupán csak két versenyszámot bonyolítottak le. Az egyéni versenyt a dél Rudolf Luiz, míg a csapatversenyt pedig a svéd kerékpárosok nyerték meg. A lovagló versenyszámoknak a Stockholmi Olimpiai Stadion mellett még más helyszínek is otthont adtak. Ilyen volt a Feltit Klubben, a Liljeholmen és a Linda Rejan is. Az öttus a lovagló versenyszámát egy másik helyszínen a Bárkábőben rendezték meg, míg a lövészet számának pedig a Kaknes adott otthont. Az úszó versenyszámot pedig a Dürgós Bronzviken öbölben rendezték meg, amely stadionjában tartották az összes többi vizes eseményt is. Az evezés során négy versenyszámot rendeztek. Ez volt az egyik legnépszerűtlenebb sportág az olimpián, mivel nagyon kevés néző látogatott királyuk. Az evezős versenyeket brit dominancia jellemezte, akik két aranyérmet és két ezüstérmet is szereztek Stockholmban. Ráadásul a nyolcas evezős versenyében két érmet is szereztek a brit evezősök, mivel ebben a versenyszámban nem országok, hanem klubok vetélkedtek egymással, és két angol klub is bejutott a döntőbe. Az angolokon kívül még a dánok és a németek tudtak nyerni egy-egy aranyat. Műugrásban négy versenyszámot rendeztek meg, ebből három férfi, egy pedig egy női verseny volt. A svéd Erik Adles nagyon jól szerepelt, és megnyerte mindkét toronyugró versenyszámot. A férfi műugrás versenyében a németek érték el a legjobb eredményt, akik begyűjtötték mindhárom érmet. A női műugrást az olimpiák történetében először rendezték meg, amelyet a svéd Greta Johansson nyert meg. Úszásban hét férfi és két női versenyszámot rendeztek. Két úszónak is sikerült két aranyérmet szereznie. Az egyikük a kanadai George Hudson volt, aki a 400 és az 1500 méter gyorsúszás versenyszámát nyerte meg. Míg a másik pedig a német Walter Batte, aki a 200 és a 400 méter mellúszásban diadalmaskodott. Két hatalmas jelentőségű amerikai aranyérem is született. Az egyiket 100 méter gyorson Duke Kahanamoku nyerte meg, aki az első olyan havai származású sportoló lett, aki győzött egy olimpián. A 100 méteres hátúszáson pedig az a Harry Hebner győzött, aki a világon elsőként váltott karral és lábbal úszta le a távot. Ezzel az újítással egy óriási győzelmet aratott az amerikai úszó. Sokan Hebner hatékony úszását szabálytalannak ítélték meg, és fellebbeztek a győzelme ellen. Viszont a versenybírák nem ítélték szabálytalannak Hebner úszását, amely stílus nem sokára átvették a többi ország hátúszó is. A női úszóversenyeket először rendezték meg az olimpiák történetében. Két versenyszámot rendeztek a 100 méteres gyorsúszást és a 4x100 méteres gyorsváltót. Az egyéni versenyben az Ausztrál Fenni Durák győzött, így egy aranyérmet szerzett az Ausztrál és Új-Zélandi Egyesült Csapatnak, Ausztráláziának. Ausztrálázia másik aranyérmét a 4x200-as férfi gyorsváltó szerezte meg, ahol ténylegesen is együtt küzdött a két nemzet, mivel a győztes csapatban három Ausztrál és egy Új-Zélandi úszó szerepelt. A vízilabda versenyre összesen hat csapat nevezett. A tornát végül az Egyesült Királyság nyerte meg, mögöttük a svédek végeztek, a harmadikok pedig a belgák lettek. Az olimpiák történetében először Magyarország is részt vett a vízilabda tornán, ahol az ötödik helyen végeztek a magyar sportolók. Kis érdekesség, hogy a vízilabda csapatban helyet kapott kapusként az a Zahár Imre is, aki az előző olimpián ezüstérmet nyert a magyar úszócsapat tagjaként. Az utolsó olimpiai helyszín a Nünnösszám volt, ahol a vitorlázást rendezték meg. Itt négy versenyszámot bonyolítottak le, ahol viszonylag kevés nemzet versenyzett. Végül a vitorlás versenyek során két norvég, egy svéd és egy francia aranyérem született. Ezen az olimpián először rendeztek művészeti versenyeket is. A művészeti kiállítások ötlete a elnökének Pierre de Coubertinnek jutott eszébe, aki a test mellett a szellem fontosságát és fejlesztését is szerette volna elérni ezzel a kezdeményezéssel. Ugyan a győzteseknek olimpiai aranyérmet adtak, viszont a Nob jelenleg nem tekinti a művészeti versenyeket hivatalos olimpiai eredménynek. A művészeti versenyek során végül öt versenyszámot hirdettek meg, építészetet, irodalmat, zenét, festészetet és szobrászatot. Az irodalom kategóriában nem más győzött, mint maga az olimpiai mozgalom megálmodója Pierre de Coubertin. Az olimpián szerepeltek még bemutató sportok is, ahol ugyan nem osztottak ki érmeket, viszont a nézőknek bemutattak pár sportágat. Ilyen bemutató sportág volt a teniszfajta pelk, az izlandi birkózásfajta klima, vagy az amerikai baseball, amely bemutatásaként egy USA-Svédország meccset is rendeztek. Az olimpián a két legeredményesebb nép az Egyesült Államok és Svédország volt. Előbbi a legtöbb elsőséget szerezte, míg utóbbi pedig 65 éremmel a legtöbb olimpiai dobogót ért el. Nagyon jól szerepeltek még a brittek, a finnek és a franciák is, de a dél-afrikai unió versenyzőit is érdemes kiemelni, akik úgy szereztek négy arany és két ezüstérmet, hogy csupán csak 21 sportolót küldtek az olimpiára. Ha a Stockholm utáni összesített olimpiai éremtáblázatot vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a svédek óriásit léptek előre a hazai rendezésű olimpiájuk miatt, mivel a hetedikről a negyedik helyre ugrottak fel, és ezzel megelőzték többek között Németországot is. Az Egyesült Államok még tovább növelte előnyét a sikeres olimpiájuk következtében. A legnagyobbat a finn versenyzők léptek előre, akik a 21. helyről a 10. helyre ugrottak fel az összesített éremtáblázaton. Természetesen ez egy fiktív lista, és az olimpiák után sohasem mutogatták az éremtáblázatot, viszont egy jó összefoglalást ad arról, hogy kik voltak a legeredményesebb nemzetek az első öt olimpia után. Most pedig nézzük meg a magyar szereplést. Magyarország összesen 119 sportolóval vett részt az olimpiai játékokon, ami majdnem a duplája a négy évvel korábbi londoni küldöttségnek. Ezzel szemben összességében mégis hosszabbul szerepeltek a magyar sportolók, mint 1908-ban. A nyolc sportágban, amiben szerepeltek a magyarok, összesen 66 olimpiai pontot szereztek. Ez 8 ponttal kevesebb, mint a négy évvel korábbi teljesítményük. A magyar küldöttségnek közvetlenül az olimpia előtt egy konfliktusa is volt a Bécsi udvarral. Mivel Ferenc Józsefék azt szerették volna, hogy az osztrák-magyar monarchiát képviselve Ausztria és Magyarország egyszerre vonuljon fel egy zászló alatt a játékokon. Végül a magyaroknak sikerült elérniük azt a kompromisszumot, hogy ugyan Ausztria után kellett közvetlenül felvonulniuk, viszont külön táblát tarthattak és külön zászlót viettek a magyar sportolók. A magyar zászlót végül a tornász Rittik Jenő vitte, aki később a torna csapat tagjaként ezüstérmet is szerzett Stockholmban. A magyar küldöttség végül három arany, két ezüst és három bronzérmet szerzett. A három aranyéremből kettő a magyar kardvívókhoz kapcsolódik, és különösen is Fuchs Jenőhöz, ugyanis ő egyéniben és a magyar kardcsapat tagjaként is felért a csúcsra Stockholmban. A harmadik magyar aranyérmet pedig Prokop Sándor sportlövő szerezte. A két ezüstéremből egyet a kardvívó békesi béla szerzett, míg a másikat pedig a magyar tornacsapat érdemelte ki. A három bronzérem közül Mészáros Ervin kardvívó érte el a legjobb teljesítményt, mivel ő az egyéni harmadik helye mellé a csapat versenyben is diadalmaskodni tudott. Rajta kívül még a gerelyhajító kócám mór és a kötött fogású birkózó Varga Béla szerzett bronzérmet. Az olimpiai negyedik helyezettek közül Baronyi András 100 méteres hátúszásban, Berti László egyéni törvívásban, Radvány Ödön kötött fogású birkózásban, Senker Zoltán kardvívásban ért el negyedik helyezést. Szintén negyedik helyen végzett a 4 x méteres futóváltó csapat is. Három ötödik helyet is elért a magyar küldöttség. László Torres Béla 400 méteres gyorsúszásban lett ötödik, míg rajta kívül a magyar labdarúgó és vízilabda válogatott is hasonló helyezést ért el az olimpián. Két hatodik helyezést is szereztek a magyar sportolók. Mudin Imre súlydakésben, Tóth Péter pedig egyéni kardvívásban lett hatodik helyezett. Az 1912-es Stockholmi olimpia a korábbi olimpiáknál ugyan színvonalasabban lett megszervezve, viszont itt is még nagyon sok esemény különbözött a mai olimpiáktól. Ez volt az 1912-es olimpiát bemutató videó, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára! Most pedig nézzük meg a stokholmi olimpia utáni összesített nem hivatalos éremtáblázatot.